Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a mai vendégünk Markovits László, a Vasas SC elnöke, akinek köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm a meghívást. Egy újabb stadionbúcsúztatót éltünk meg itt az elmúlt napokban, de ez szép esemény volt. Abszolút, elfogultság nélkül azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon jól sikerült, telt ház volt, és a legendáink többsége pedig eljött, ami nagyon örömteli volt számunkra, hiszen ez volt a két fő szempont, hogy sok-sok szurkoló megjelenjen, és azok a labdarúgók, akik évtizedeken keresztül öregbítették a Vasas labdarúgását, azok jelen legyenek, le legyenek a gyepen, és őket is köszönthessük. Ilyenkor ez érzelmileg egy olyan furcsa kettős helyzet, hogy az ember egyik szeme sír, mert ott volt, szeretett ott lenni, így szerette azt, ami volt, hát néha szerette, néha nem annyira szerette, hogy így volt, viszont lesz valami egészen új, tehát ez egy nagyon-nagyon furcsa érzés. Igen, ezt sokan így mondták, hogy egy szomorú pillanat is volt, hiszen nagyon a szívünkhöz nőtt, ahogy te is említetted, hihetetlen sikerekben volt része a Vasas családnak ebben a stadionban. Viszont ha őszinték vagyunk, akkor ez elmondható, hogy ez a stadion már semmilyen úgymond mai kor követelményeinek nem felelt meg. Tehát már nagyon vártunk erre a pillanatra, hogy lehetőséget kapjunk arra, hogy egy új stadion épülhessen. Ebben a pillanatban viszont arra lesz lehetőség, látjuk majd a látványtervet, és akkor meg tudjuk nézni, hogy mi hol lesz, illetve mi lesz az, ami már megfelel a mai kor elképzeléseinek. Légy szíves, mondd el, hogy mi mindent látunk. Hát a stadion, tehát megpróbáltuk minden egy négyzetmétert kihasználni, tehát ahogy látható ebből a látványtervből, megpróbáltuk a stadiont minél jobban a Fáy utcához tolni, ugyanúgy párhuzamosan marad, egy kicsit elforgatva, de párhuzamosan marad a Hajdú utcával a stadion. 4 szektor épül, tehát 4 szurkolói szektor, lelátókkal körbezárt stadion, ez zöldmezős beruházásként építkezünk, tehát azt kell elképzelni, hogy itt mindent úgymond ledózerolunk, és mindent eltüntetünk úgymond a föld színéről, és az is egy örömteli dolog, hogy a stadion és a labdarúgó edzőcentrum között pedig tud épülni egy tartalékpálya, egy élőfüves tartalékpálya, ami úgy gondolom, hogy nagyon fontos nem csak a felnőtt csapat számára, hanem az utánpótlásnak is. Az különösen nagy fejlődés lesz most itt. Igen, igen, ahogy látható, most már több edzőpályával is fogunk rendelkezni, tehát a stadion is természetesen egy mérföldkő a klub életében, egy nagyon-nagyon fontos lépés, amivel egy kicsit úgymond lendületet adunk annak a 2020-ig szóló átfogó létesítményfejlesztési programnak, amiben nem csak a stadion fejlesztése van benne, hanem sok egyéb más ingatlant is fogunk felújítani és építeni. Egy kicsit talán ünneprontó leszek, de hogyha ilyen hosszú távra gondolkozunk az építkezésekben, az utóbbi időben ugye felmerült, elkezdték feszegetni, hogy a műfüves labdarúgópályáknak esetleg káros hatása lehet az egészségre. Ilyenkor el lehet kezdeni gondolkodni abban, hogy a hátralévő időben még lehessen módosítani, lehessen másképp csinálni bármit is, hogy mondjuk ezeknek a feltételeknek is, amelyeket feltétlenül a következő hónapokban vagy években megtudunk majd, hogy mik lehetnek, meg lehessen felelni? Hát igazán mi törekedtünk arra, hogy a tartalékpálya sem műfüves legyen, hanem élőfüves. Ráadásul van 2 kisebb élőfüves edzőpálya, amit össze fogunk nyitni a jövőben. Tehát nem lesztek bajban, hogyha hirtelen egyszer csak azt mondják, hogy nem szabad többet műfüvön labdarúgást? Szerintem ez nem hiszem, hogy ez bekövetkezne, de mondom, törekszünk arra, hogy az élőfüves pályával is rendelkezünk. Tehát, hogy a stadion megépül, akkor a Fáy utcában 3 hivatalos méretű élőfüves pályával fogunk rendelkezni, a többi pálya pedig műfű, hiszen azért az igénybevétel során, tehát szükségünk van arra, főleg az utánpótlásnál is, meg a felnőtt csapatnál is, hogy naponta igénybe legyen véve, azért egy élőfüves pályát nem lehet napi rendszerességgel használni. Laci, 3 gyors kérdés. Mikorra készül el a stadion? Mennyien tudnak majd beférni a stadionba, illetve milyen törekvések vannak arra, hogy telt házzal tudjon működni? Hát úgy gondolom, hogy a főpróba megvolt a búcsú mérkőzés során. Hát, de mindig nem lehet búcsú mérkőzést csinálni. Ez így van. Végülis most már ma elkezdődött a bontás, és mi úgy tervezzük, hogy jövő év februárjában, márciusában elkezdődik a kivitelezés, és azt mondják a szakértők, hogy 12 hónap alatt megépíthető a stadion, tehát 2018 első fél évében gondoljuk, hogy át fogjuk tudni adni az új Illovszky-stadiont. Titkon reméljük, hogy ez március 16-án, vagy annak környékén megtörténhet, hiszen akkor ünnepeljük a klubnak akkor fogjuk ünnepelni a klubnak a 107. születésnapját. És akkor a törekvések arra, hogy mindig teltház tudjon lenni ebben a stadionban? Én úgy gondolom, és hát ez nem csak rajtam fog múlni, természetesen a felnőtt csapatot működtető többségi tulajdonossal, majd karöltve üzemeltetővel. Én úgy gondolom, hogy arra fogunk törekedni, hogy minél több gyereket, minél több olyan szurkolót is beengedjünk, tehát hogy nem feltétlenül a bevételek lesznek a fő szempont, hanem az, hogy... A Vasas család? A Vasas család, igen, hogy minél többen jelen legyünk. Természetesen ez egy vita szokott lenni, akár házon belül is, hogy törekedni kell arra azért a bevételekre is, mert hogyha valamit az ember ingyen ad, akkor azt az emberek nem értékelik olyan mértékben, mint hogyha fizetni kellene érte. Tehát meg kell találni egy olyan egészséges arányt, amikor bevételorientáltság is van, de egyben azért az érzelem se tűnik el, és a Vasas család valamennyi tagja el tud jönni és tud szurkolni majd a csapatnak. És ha már család, az építkezés nem csak a stadionban folyik, hanem számos egyéb területen is szépen megújultak? Így van. A Fáy utcában még egy kiemelt projekt a meglévő kézilabdacsarnoknak a felújítása, ami úgy hasonlóan jövő év márciusában fog elindulni, az korábban, az 2017 végére tervezzük átadni. Van a Folyondár utca, ahol a röplabdázóink vannak, meg a tornasportjaink, az aerobikkal karöltve, ott épülne egy új edzőcsarnok, és a meglévő röplabdacsarnokot újítanánk fel. Pasaréten szeretnénk a kosárlabdázóknak a kiszolgáló helységeit bővíteni, hiszen Pasaréten tényleg ki lehetne írni a teltházat, de ez hasonlóan a Folyondár utcában, tehát hihetetlen, hogy milyen létszámú gyerek jelenik meg nap mint nap ezeken a létesítményeken, tehát ez is nagyon örömteli, hogy nem csak eredményekben vagyunk most úgymond gazdagok, hanem hihetetlen létszámú gyerek bázissal rendelkezünk. Hát ez a kettő dolog nagyon szorosan összefügg egymás, hogy egy ilyen olimpiát, mint amin most túl vagyunk Vasas szempontból, az álmodni sem lehetett volna. Igen, úgy gondolom, hogy most értünk a csúcsra, ha lehet így fogalmazni. Tehát az a munka, amit a közösségépítéssel, vagy a Vasas függő programmal 2006-ban elkezdtünk, az a fajta építkezés az utánpótlásnál, amit most már jó ideje nagyon figyelünk, hogy minőségi szakmai munka folyjon, az az élsport eredményesség, amire azért a Vasasnak ügyelnie kell. Ez most így nagyon összejött. Tehát tényleg az olimpián, paralimpián nagyon sikeresek voltunk. A foci, ami azért az egyik legnépszerűbb, vagy legnépszerűbb csapatsportág. Szárnya a csapat. Igen, tabella első helyén vagyunk, rengeteg fiatallal rendelkezünk, akkor ez az átfogó létesítményfejlesztési program el tud indulni. Tehát úgy gondolom, hogy meg is dolgoztunk ezért, de nagyon szerencsésnek gondoljuk magunkat, hogy tényleg van egy vízió, hogy 2020-ig sok-sok minden még meg tud valósulni ezeken a létesítményeken, és tovább tudjuk folytatni azt a sportszakmai munkát, amit most már évtizedek óta a Vasas képvisel és elkezdett. Vannak ebben új irányok? Mert ugye pár évvel ezelőtt beszélgettünk arról, hogy meg kell erősíteni a szakosztályokat. Hosszú Katinka akkor igazolt a Vasashoz, vagy mondjuk kajakkenúban is nagyon komoly igazolásokat sikerült eszközölni a Vasasnak. Most ugye Hosszú Katinka már nincs a Vasasban, egyébként sokakat meglepett a hozzáállásod, amely szerint azt mondtad, hogy te tökéletesen megérted, hogy Katinka eljutott arra a pontra, amikor ő szeretne önállósodni, és hát azért ritka a sportvezető létére valakinek az ilyen hozzáállás, de ez csak zárójelben jegyeztem meg. Szóval, hogy most néhány sikeres versenyző elment a Vasasból, vannak-e új utak, vagy azt a munkát kell tovább folytatni, ami nélkülük is mehet tovább? Továbbra is törekszünk arra, az a stratégia, amit London után elkezdtünk, hogy az egyéni sportágban próbáljunk megerősödni, ezt az utat folytatjuk, van egy tokiói csapatunk, hamarosan be is fogjuk őket jelenteni, ez olyan 8-10-12 főből fog állni, akiknek még jobban, szisztematikusan és tudományosan fogjuk segíteni a munkájukat annak érdekében, hogy Tokióban nagyon eredményesek legyenek. Tehát úszunk is lesz, kajakosunk is lesz, vannak tornászaink, vannak vívóink, tehát birkozóink, tehát ökölvívóink, tehát különböző nagy hagyományú egyéni sportágokban ugyanúgy próbálunk magas szinten működni. Laci, hogy lehet az, hogy szinte mindenki arra panaszkodik, hogy nem lehet hosszú távra tervezni, mert nincsenek meg a finanszírozási hátterek és egy csomó minden más sem, és ti pedig ilyen távlatokban tudtok gondolkozni? Azért legyünk őszinték, tehát a kiemelt fővárosi egyesületek nagyon nagy mértékben támogatva vannak a kormány által, ami szerintem persze a mi szemszögünkből egy nagyon szerencsés dolog, de úgy gondolom, hogy meg is érdemeljük. Tehát, hogyha az olimpiát nézzük, akkor Vasas volt a legeredményesebb, utána az Újpest és utána a Honvéd. Tehát a kiemelt fővárosi egyesületek azért nagyon sokat hozzátesznek az eredményességhez. Ez nem azt jelenti, hogy a kis és közepes egyesületek ne lennének fontosak, sőt, nagyon fontosak. Mindenki teszi a dolgát a saját területén, de a Vasasnak azért oda kell figyelnie, hogy egyfajta eredményességet hozzon, és ezek a kormányzati támogatások lehetővé teszik azt, hogy ezeket megengedhessük magunknak. Mindig van fent és lent, én emlékszem azokra a beszélgetésekre, amelyek messze nem voltak ilyen vidámak. Nagyon örülök, hogy most csupa jó dologról tudtunk beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Én köszönöm a meghívást. A nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Viszontlátásra!